A közeljövőben a Szadai Faluházban történelmi kávé és teaházat szerveznek. Mi alapozta meg ezt az ötletet? Nekem régi dédelgetett vágyam az, hogy valami a hétköznapoktól eltérő körülmények között tudjunk beszélgetni. Azt gondolom, hogy ez az a dolog, ami úgy kimarad az emberek életéből, és egy jó kávé vagy egy jó tea mellett jót lehet beszélgetni, és a vendéget is hívunk, és esetleg egy olyan témát keresünk, ami mondjuk itt március 15-e környékén azt gondolom, hogy aktuális, és mi a Széchenyiekről szeretnénk beszélni. Ezért gondolódott ki ez a történelmi kávézó teázó program. Van ennek egy érdekessége is, hogy ezt megelőzi egy felhívás, egy gyűjtés. Igen, nemrég adtuk közzé. Szeretnénk méltó környezetben és olyan hangulatban beszélni, mint a régi kávézók. Ezt többféle módon fogjuk megidézni, nem csak berendezésileg, hanem arra gondoltunk, hogy megszólítjuk a szadaiakat, illetve a baráti körünket, hogy találunk esetleg olyan míves kávés csészét, teás csészét, ami igazándiból egy korhű hangulatot meg tud nekünk idézni. És a legnagyobb meglepetésünkre nagyon hamar, szinte alig tettük közé a felhívást, és már is érkeztek a telefonok, sőt a felajánlások, mert volt egy záró mondat, ami arról szólt, hogy amit már csak úgy ide-oda rakosgatunk, és még nem tudtuk eldönteni, hogy most kidobjuk el ajándékozunk, pont ezeket az egyedi kis apró megmaradt tárgyakat keresünk, ami utána nekünk aztán nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hasznos lesz. Eddig milyen darabok érkeztek, és a jövőben fogadják-e még önök, meddig, és hová lehet hozni a felajánlást? Tulajdonképpen határidő nincs. Az első alkalommal azért szeretnénk, hogyha már ebben a környezetben, meg ilyen módon tudnánk a kávékat és a teákat felszolgálni a látogatóinknak. Megérkeztek az első darabok. A felhívásunkban benne van, hogy míves, régi, a polgári környezetet megidéző, úgyhogy nagyon szép, végtelenül egyszerű, finom hófehér porcelán, arany szegéllyel, ehhez kijöntő, van, aki komplett régi teáskészletet ajánlott fel apró virágokkal. Tehát itt az a lényeges, hogy valahogy stílusban is, minőségben is próbáljunk egy kicsit ez a polgári környezethez alkalmazkodni. Úgyhogy 2-3 komplett készlet, néhány egyedi csésze, kiöntő, érkezik egy süteményes tál, tehát mindenkibe úgy megindult, hogy körülbelül hogyan képzeli el ezt a milliót, és ehhez az ő tárgya hogyan tud hozzájárulni. Mikor lesz az első alkalom, és milyen programmal várják a vendégeket? Március 13-án nyitunk, 6 órakor. A Széchenyiekről és a Nagyszentki kastélyról lesz szó, tehát nyilván az 1848. március 15-i ünnepség egyik előestén lesz ez a program. Dr. Varga Kálmánt hívjuk, ő a régi nagy, illetve a néhány éve meghirdetett kastélyprogram egyik vezetője volt, az Eszterházi kastélyt, a Festetics kastélyt Keszthelyen, és többek között a Nagyszentki kastély is ebben a kastélyt is ebbe a programba bevették. Nagyon sokat tud, nagyon sok titok van, nagyon sok meglepetés a Nagyszentki épületről, és hát a Széchenyiekről is úgy fogunk tudni beszélni, hogy mindenki számára közelebb jöjjön ez a nagy történelmi család. Hogyan tovább, mit terveznek, mikor a következőt? Hát havonta gondoljuk, és most közelebb jövünk egy picit, a Grasalkovicsokról lesz szó, utána egy nagyot ugrunk az Eszterháziakról, akiknek azért gödöllői vonatkozása is van, tehát próbálunk a nagy kastélyépítő történelmi családok mentén haladni, és én azt gondolom, hogy ezek nagy érdeklődésre fognak számot tartani. Akkor zárszóként a nézőknek mondjuk el, hogy mikor és hol lesz ez az alkalom. Március 13-án este 6 órakor itt a Szadai Faluháznak az egyik reprezentatív kis termében, ami vélhetően mire megérkeznek a látogatók, akiket ezúton is nagy szeretettel hívok, valóban egy kis időutazáson vehetnek részt.